Sziasztok! Folytatódik a kaland. Bocsi a facecam miatt, de éjszaka van, aztán nem akarok már így nagy fényességet csinálni, mert alszanak, úgyhogy ez most ilyen lesz, de kicsit akkor legalább rokon lelkek leszünk a játékkal. Na, folytatom szépen az áskálódást. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt a mai részben. Na, gyújtok valami villanyt itt, mert mármint a játékban, mert ez tényleg kicsit sötét, aztán lássatok már valamit belőle. Erről van szó. Szép hangulatos vörös jelzőfény. Aztán mondom, ott találtam egy kis ércet így a bázisom alatt, úgyhogy oda szépen le fogok fúrni érte. Ott világít előttem, aztán pont azt hiszem réz, úgyhogy az kelleni is fog. Szépen kimélyítem magamnak a kis vájatot, aztán túrunk, fúrunk, faragunk. Hát, nem tudom, most ráfügtem erre a játékra, aztán kész. Nagyon ötletes. Megmondom, én alapvetően szeretem ezeket az űrszkifi dolgokat, úgyhogy már csak ezért is. Meg tényleg valami új. És az újdonság mindig jó, azt szeretjük. Az embereknek amúgy is szüksége van mindig valami kis újra az életében, változatosságra, valamiben meg kell újulni folyamatosan, mert ha nem újulunk meg, akkor így beállunk egy pontra. Aztán eltérőek vagyunk, valaki szereti az állandóságot, valaki kevésbé, de általában az emberek nagy részénél úgy van, hogy ha beáll egy pontra, és az a kényelmi zónája, mondjuk egy játék, adott esetben most, ha csatornát nézzük, akkor abban, hogy játsszuk el, de ezt egy idő után, hogy már abszolút rutinná válik, aztán már nem is érdekes. És én azt szeretném, hogy érdekes legyen, és ez a játék most pont az, és kvázi ugyanaz az érzésem van tőle, mint a Don't Starve-tól. Tehát elkezdtem játszani, nem is tudtam, hogy mire számítsak, és így hoppá, hát ez tök jó. Na. Milyen kis pincét kreáltam itt magamnak. Na jó, akkor már csak fel kell jutni. Megvan a kis lépcső, ez az. Na, azt mondja, hogy most találtunk jó sok koppert. Jó, addig kutassuk fel azt a tüzes nyilat, elnézést. Már állandóan keverem ezeket. Nem, ez a quest. Azt mondja, hogy resources, copper bar, az összeset. Ja, de fel kell mennem szépen a kandallóhoz, amit be kell kapcsolni, és most már tolhatjuk. És lett 23 darab copper barunk. Réz, ahogy tetszik. Na, lássuk, ezt kikutatja, az még egy kis idő. Na, lássuk, hogy az öltözékeinket. Na, itt van minden, ami kell, úgyhogy ezeket le is gyártjuk. Egyenül csak a kombinátorhoz kell elmennünk, és már jöhet is. Ja, de le kell vegyem magamról őket. Most vetkőzöm, ne nézzetek oda. Oké, jöhet. Egy, kettő, három. Hát ez eltart majd egy darabig, míg legyártja őket itt a kombinátor. De addig legalább van mit csinálni. Na most a nagy kérdés, hogy fölfele terjeszkedjek majd, vagy lefele. Szerintem fölfele kéne menni, mert az úgy sokkal szexibben néz ki. Mi van itt? Ja, ugye beraktam a fölösleges cuccokat, egyelőre fölösleges cuccokat. Na, közben lezajlott a kutatás. Jó, az üzemanyagot is kutassuk föl. Jó, kell még ott agyag, meg ilyen. Jó, ezt is kikutatjuk, meg elmegyek, csinálok a kátrányból. Még nem teljesen emlékszem, hogy mi merre. Jó, egy ilyet, és akkor ezt is kikutatjuk. És lesz kábelünk. Ó, és készen is van a fejlesztett páncélunk. Na, ez már ilyen réz, vagy bronz, már nem is tudom. Na mindegy, ez már ilyen barnás. Aztán ezzel most már tudok itt büntetni. Nem érsz el engem.
Ó, nézd már, támad a pók. És mekkorát nyugodt. Jó, készen van a sapek. Na, és nézzétek csak! A sapka már azt mondja, hogy 1%-ot gyógyít rajtuk másodpercenként. Tehát ez egy ilyen hílelő sapka. És nem sokára készen lesz a lábbelink is. Na és lámpást is meg tudjuk csinálni. Jó, üvegre lesz szükségünk. Üveget meg tudunk azt hiszem csinálni. Aha, itt van, homokból. Aha. Kettőt, és még mire lesz szükségünk? Meg üzemanyagra. Aha, ahhoz meg mi kell? Dark Matter? Vagy mi ez? Ez a sötét izé? Shadow Essence. Ányi eszencia. Szén meg kátrány. Jó, ebből ezt tudunk csinálni. Jó, és akkor tudunk ilyen lámpjont is csinálni magunknak. Gázlámpást. Egy ilyen az van nálam, úgyhogy ezt ide le is helyezem. Na, nézzétek milyen összkomfortos lett itt már belül. Jó, Szent Jász bogarak. Olyaj, mi volt ez? Jön az éjszaka? Vagy mi ez? Na, azt mondja, building. És itt kell legyen a csapóajtónak. Itt kell lennie. Ez az. Jó, ezt meg is tudjuk csinálni. És akkor szerintem itt fogok szépen lefúrni majd. Aha, itt ezt le tudjuk tenni? Nem, ki kell ássuk neki a helyet. Jobb klik, shift, és úgy tudjuk felvinni. Ez az nagyon jó. És itt lesz az én kis bányám. Na és itt leássunk szépen. Nézzétek, hogy tök jó, így szűrődik át a fény. Nekem nagyon tetszik. Na, hogy állunk? Aha! Na, közben a kutya valamire beizzította magát. Jó, itt folytatjuk az építkezést. Jó, elzártuk magunkat hermetikusan a külvilágtól. Jó, ez itt a pince. Üdv a pincémben. Na, azt mondja, hogy... Jó, tovább kéne valami fényt az éjszakában. Jó. Ide. Oké. Jó, most már van fényünk is. Valami fény. Na nézzük, mit találtunk. Motor. Workbench kell most már neki. És ez... árammal látja el az eszközeinket. Ez kombinátor kell, mi ez? Szignál kábel. Ez meg világító kábel. Hmm. Ja, és készen van a pipellőm is. Ezt elfelejtettem felvenni. Na és most már ilyen iszonyat magasakat tudok ugrani vele. Hurrá! Na, viszont csináljunk még ide lépcsőt. Mert lépcső nélkül nem nagyon fogunk messze jutni. 22 lépcső. Na, már megint fölvette. Vagy ledobta. Azt mondja, hogy... ezt így ide, opá. Oké, na, egy gyors mentés, és... így, né. Na, itt kiássuk az alsó bemeletet. Szépen. Na, ezt a hármat. Hoppá. Na, itt is még egyet mélyítünk, ez az így már beférek. Na, most csinálom meg az alaksort.
házépítés zajlik éppen nagyban. Csak aztán majd a többi nyersanyagot is elő kell valahonnan teremtenem. Jöhet a padló. Jó, és valami fényt ide is rakjunk. Jól van, és akkor ide rakjuk ezeket a szép talapzatokat. Na, ide is. És itt a csapóajtónk, amit most már bármikor lerakhatjuk, és ez itt a pince. Na lássuk csak, mit kéne kutatni. Nincsenek több, nincs tipje a játéknak számomra. Ó, hát itt nagyon sok minden van. Ehhez mi kell? Falpanelek. Részből. Hát ehhez nagyon sok rész kellene igazság szerint, és nem tudom, hogy megéri-e a fáradtságot. Hát egy rézajtót azért csinálok, na. És még pedig ezt az első ajtócskámat lecserélem rézajtóra. Így, ni. Na, teljesen jó, ezt már nem törik be egy hamar. Na, nézzünk körül, hogy milyen ásványok vannak itt még a környéken. Hát, ha találunk valami jót. Kősziklával elég jól el vagyok látva. Csak meghalni nem kéne. Jó, elő a lámpát. Na, az ott mi? Ojaj. Páj. Hoppá! Az ott meg hót. Oda el kéne ássak. Hát ez messze van, hékás. Jaj, már meg jön a pók. Már megint éjszaka lett. Vagy ássak el a homokhoz. Végülis a homok is kell, mert üveg. Üveggyártás. Itt mi van? Igen, itt le. Hoppá! Ja igen, ez itt a kőfejtő. Au! Jaj, ez itt meg a kátrányos. Ajajajajaj, segítség! Hol a vödör? Hol a vödör? Na, 9. Jaj, segítség, nem halhatok itt meg. Ki innen. Na, innen ki kell jönni valahogyan, úristen, segítség. Gyorsan, fogy a HP vészesed. Jó, ott azt le. Na, ezt így valahogy meg fogok halni. Ne, nem akarok. Ááá. Na jó, ott van a felszerelésem, akkor azért érte kell menni. Na jó, most okosan. Azt mondja, hogy... Jó. Ez az. Igen. És ezt a kis vackot így magunkhoz vettük. És akkor itt van minden. Ja, hú. Most kicsit megijedtem, hogy újra csináltam a felszerelésemet. Na, de így viszont életre lehet kelni.
Na jó, folytassuk tovább a felfedező körutat. Jó, ezt vegyük vissza. Aha! Tehát itt fal van. Jól van, ezen kiássuk magunkat. Átlukadunk, és nézzétek, milyen szépen tölti vissza a sapka a HP-nkat. Ez tetszik. Hol lett az a polip? Mennyi fám van? Ó, fa még van bőven. Au! Jó, én sem vagyok normális. Na megint. Jó, hát az esést azt úgy hanyagolni kéne. Jó, ez is túl nagy esés volt, okos. Jó, itt le, ez az, itt jó. Jó. Ott átugrunk, igen, jó, és így már nem halok meg. Oké, köszi. Jó, és akkor ezt ide fel, ez meg a HP visszatöltő sapka. Na, itt haltunk meg, akkor most a másik irányba megyünk okosan. Csak okosan. Már megint! Úristen! Jól van, hát akkor... Szükségünk lesz pár pallosra, én úgy érzem. Oké, ennyi már csak elég lesz. Nem tudta, azt hittem, hogy az az előtér. Hogy bedöltem neki. Nem tudom megkülönböztetni az előtért a háttértől, ez a probléma. Jó, akkor itt most okosan. Oké, itt most szépen leások. Oké, és akkor most jöhetnek a pallosok. Nem. Hanem akkor így szépen. Így már jó lesz. Ja, hogy ez csak ilyen magas? Oké. Na nézzük a magasságot, jó, ide is kell még. Olyan kezd beestelni, jó, ott vannak a cuccaim. Jaj, de ide nem ilyen padlót akartam, na most már mindegy. Visszavesszük. Ide megcsinálunk ilyen újabb szintet. Na, a cipőnk megvan. És az új felszereléseink is megvannak. Azt mondja, Mark 2, jó, ezt felvesszük. Ezt is felvesszük, hát lett egy plusz cipőnk. Close és close. Van itt minden, ide len. Ó, itt a homok. Jó, majd oda fel kell juttak. Na, milyen kis cuki helyet csináltam itt. Jó, a sapi az meggyógyít. Na, ott lent mi van? Valami fém. Miért nem írja
nappal korábban még így írtam, milyen fémek vannak ott. Tisztán olyan, mint egy bányász játék. Kellene még ilyen föld. Hoppá, mi ez? Hú, jaj, mi az ott? Valami dög. Valami repkedő dög. Jó, csináljunk még ilyen pallost. Egyre parább ez a játék. Na. Ó, na, itt vajon milyen mélyre kell lemennünk? Ej! Hu-hu-hu! Azt a mindenit! Ezt pont túléltem. Jó, van nálam valami medi pak. Úgyhogy azt ide be tudom magamnak izzítani. És akkor az gyógyít rajtam egy keveset. Itt jön az a repülő izé. Micsoda a halálhörgés. Na. Az ott mi? Hű. Az lehet, hogy szén, de lehet, hogy vas. Aztán vas is kell majd nagyon. Dobjunk csak ide egy világító eszközt. Jó, van, mindjárt kiderül, mi ez. Ó, ez vas. Nagyszerű. Ez csomó új lehetőséget nyit majd meg előttünk. Na, jó, hogy ide leestünk, csak majd ki is kell valahonnan kecveregni innen. Ajaj, éjszaka van, aztán jönnek a vicces lények. Ott meg sok rész van előttem, úgyhogy ásunk. Hát kell egy keveset bányászni, az tény. Jó. Hogyha esetleg elaludna ez a jelzőfény, akkor legyen, ami világítson. Vagyunk csak. Mark 2, Mark 2, Mark 2. Na, akkor jó van ez. És 24 vasat találtam. Abból már lehet pár dolgot csinálni szerintem. Például ezt. Na, felfedezzük a vas. Mi ez? Vasrudat. Na, még több réz. Van még rész, de nem biztos, hogy odáig el akarok ásni. Az a baj, hogy nagyon sok fém fog kelleni szerintem a későbbiekben, és a fene tudja, hogy honnan szerzem be őket. Ojaj, kialudt a lámpa. A fiúk a bányában dolgoznak. Epizódot látjátok. Hoppá! Te megnyit egész sok opció. Workbench, power generator. Fufu, van itt minden. Kémiai labor. És ezek már csomó ték. Hármas. Nézzük csak, csak ennyi rész van. Excavation. Na most már ilyen alagutásásba mentünk át teljesen. Hoppá, homok, kérem. Hopp, mi az ott fönn? Kutyi.
Jó, ezt lelőjük ott fönn. Ja, de lehet nem ilyennek kéne. Oké, ezt levadáztuk. Hát jó pár nyilvesszőnbe került. Hát ez magas. Ez nekem magas. Oké. A plafon. Hoppá! Geronimo! De erről jöttünk. Hát jó mélyen vagyok. Hogy jutok én haza? Ez a bogyó még nem jöttem rá, hogy kell használni. Aha. Jó, örülök neki. És leraktam ezt a vigyót, és akkor nekem az jó lesz. Na jó, kell még nekem ilyen... milyen spallos. Hát sok. 30. Jó, az is elég lesz. Viszont gyártok akkor fát? Na jó, hát itt kell egy pallos fölé. Jó, ez kész is. Hoppá, ott kutyi van. Jó, itt föl, föl, föl. Ez az, kijutunk innen a bányából. Föl, 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 az egekig. Jó, és itt át. Jó, csináljunk még ilyen ballost. Ez a leghasznosabb cucc eddig a játékban, esküszöm. Na, most már lesz elég. Remélem, itt sem fogok leesni. Na. Azt mondja, hogy ó, itt is van homok, rája, minden, ami kell. Ó, és túlélő felszerelés. Mit találtunk, nézd már. 7 ilyen zöld kristályt. A fene. És... na, hát itt jó sok mindent. Azt a nem jóját. Mi kell ez? Iron bar, rubber. Jól van, akkor upgrade-del hazamegyek, és felfejlesztem a felszereléseimet. Szerintem ez lesz most a legjobb. Au. Jó, ilyen rája izét is viszek, vagy milyen a medúza. Tetemeket. Föl, föl, megyek. Ó, viszont itt nagyon nagy mélységek vannak, az a baj, és könnyen meg lehet halni, úgyhogy itt majd nem árt vigyázni mindig. Ó, ez az otthon, édes otthon. Na, hát akkor... kemence kölnékem. És azt mondja, hogy Iron Bar, erről van szó, amennyi csak lehet. Meg is volnánk, király. Hm? Ja jó, azt hittem már, hogy csak 3-at csinál. Jól van. És mi kell ehhez még nekem? Olyan szurok, vagy egy gumi, ehhez is gumi. Akkor 4 gumira lesz szükségünk. Ne gondoljatok semmi rosszra. Jó, komponent, és 4. Oké, és most jöhet a, ami még nem volt. Ezt, ezt, és ezt. Ne rúgd meg. És akkor lesz most már jó kis baltánk, meg ásunk, meg mi egymás. Mit tud ez? Range 5, damage 21. Ennek meg mennyi a range?
Azt most nem látjuk. Nem baj. Kimegyek pókizékre vadászni addig. Gyere csak, pókizé! Nesze! Hát ez meghalt. Medúza izé. Hoppá, hoppá, hoppá. Au. Ja, és visszatölti a HP-t, szeretem. De gyere csak vissza. Hova bújt ez az izé? Ezek egyre agresszívebbek az éjszaka. Wood axe, shovel. Na. Mi kell? Tools. Ez az. Szerintem, ennek egyel több range-e van, és kicsivel több sebzése. Jó, hát ehhez kelleni fog még gumi. Jó, 4 gumim lett. És tools, mi kell ehhez? Kombinátor. Itt van. Hurrá. Jó, a régi kis baltácskámat azt szerintem most berakom ide a fiókba. Meg az ásómat is. Meg a csákjámat is. Na, leugrom a pincébe. Na, készen is van a baltám. Ezt tesztelni kéne. De előbb még pickaxe. Azt is le kell gyártani. És mindjárt lesz ásóm is. Ezek itt meg micsodák? Itt is vannak ám slotok. Csak nem tudom, hogy mik valók oda még. Ó, ezt is elrakjuk ide a fiókba. Ó! Oh. Pickaxe. Ó, oh, az is megvan. Helyes. Akkor már csak az ásó hiányzik. Ásó kap a nagy harang. Ó, oh, meg tudnék kardot is csinálni. Na, de azt minek? Akkor úgyis nyíl... nyílpuskával nyomulok meg... ezével... lámpával verem agyon, aki a közelembe jön. De. Jó, és... jön, mi kell még? Á, itt az ásó, az is jöhet. Na, nézzük, mi van itt még. Generátor, ehhez kell 6 darab kábel és 5 darab olaj. Mi kell ez? Ehhez csak kötél, ja, de nem, kábel kell nekünk, ahhoz is gumi kell. Ó, hát akkor mehetek kátrányért. Az olajhoz pedig kell, ahhoz is kátrány kell. 5 olaj, meg jó sok, jó. Hát akkor megyek kátrányt vadászni, ott lent úgyis találtam sokat, amiben majdnem belefulladtam. Na, és készen van az ásó. Na, teszteljük csak. Nem mész innen? Ó, ez már gyorsabban dolgozik. Határozottan gyorsabban. Jól van, na hát akkor erre az epizódra ennyit gondoltam. Aztán találkozunk legközelebb, sziasztok!